A harapszék a gazdag, hogy mi itt mulatunk, sejj ide el a házát, de mi itt maradunk. Sejj ide el a házát, de mi itt maradunk. Vasárnap mulatunk, hétfőn aludjunk, sejkeddel lefeküdjünk, szeredán mosdózzunk. Sejkeddel lefeküdjünk, szeredán mosdózzunk. Csütörtökön együnk, pénteken hogy mostan mit tegyünk. La 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 la. Hajalá, hajalá, víz a malom alá, viszhagyja a malmot, szerelem a csókot, viszhagyja a malmot, szerelem a csókot. Gondolom, hogy egyet értenek azzal, hogy időnként érdemes bemutatni azokat a dolgokat, amikre büszkék lehetünk. Hát a mezőberényi értékekre egészen biztos, hogy büszkék lehetünk. Büszkék lehetünk az Ősberény Tánc Együttesre is, akik jól megizzasztották magukat, meg bennünket is ebben a jó időben. És hát minden olyan dologra, ami itt van most bent ebben a csarnokban, illetve azokra a dolgokra is, amik még nem kerültek föl az értéktárba. Arról is beszélhetünk, illetve meg kell említenünk, hogy Mezőberény 1989. március 1-én lett város. Nem elnyerte a városi rangot, ne értsük félre, meg kellett érte dolgozni. Ez nem egy kártyán vagy lutrin nyert dolog, hanem ez egy nagyon keményen megdolgozott valami volt, ami alapján adományozták Mezőberénynek a városi rangot. Hogy mit hozott nekünk a városi rang mezőberényieknek, és mit hozhatnak azok az értékek, amiket föl tudunk mutatni? Nagyon sok mindent, amiről én most nem fogok beszélni. Egyetlen egy dolgot szeretnék megemlíteni, ami talán unalmas statisztika lesz. Békés megyében összesen 8-10 ezer lakos fölötti település van már csak. Egy 60 ezres város Békés Csaba, egy 30 ezres Gyula, már orvosháza sincs 30 ezer fő, és hát a többiek pedig itt vagyunk a 10 ezer fölötti lakosság számnál. Az, hogy még Mezőberény 10 ezer lakos fölött van, az valószínűleg azoknak a munkájának is köszönhető, akik annak idején megálmodták és megharcolták a városi rangot, valamint azoknak, akik ezeket az értékeket fönntartják, amiket most láthatunk. A számokat tovább folytatva, KSH adatok szerint Békés megye lakossága 1990 óta 18%-kal csökkent. Sarkad az, aki a 10 000 lakos fölötti települések között a legkevésbé
csökkent a lakosság száma 7%-kal. Viszont tudjuk, hogy ott milyen etnikai nehézségekkel kell megküzdeniük. A többi település közül Békés Csaba, Gyula és Mezőberény 11%-kal csökkent, Békés 12%-kal, Szarvas 16%-kal, Orosháza 17% és Gyomendrő 18%-kal csökkent a lakossága. Én abban bízom, hogy a mezőberényekben van annyi erő, hogy az értékeinkkel, a 30 éves hagyományunkkal helyben tudjuk tartani a fiataljainkat, meg tudjuk tartani a lakosságszámot, és reményeim szerint haza tudunk csábítani fiatalokat, középkorúakat, akár időseket is, annak érdekében, hogy itt érjenek köztünk ebben a városban, amely tele van értékekkel, tele van olyan értékekkel, amire mindannyian feltétel nélkül büszkék lehetünk. Kívánom, hogy önök is legyenek ugyanolyan büszkék az értékeinkre, mint amennyire mi, akik az értékekkel foglalkozunk, büszkék vagyunk. Köszönöm a figyelmüket. Ha jól emlékszem, akkor egészen pontosan 5 évvel ezelőtt ugyanilyen dögmelegben került sor a Piac sarnokban arra a települési értéktár bemutatóra, ami most megismétlődik idén nyáron a Berényi Napok alkalmával. Hát mi is történik itt tulajdonképpen, mire emlékeztek? A felvezetés első felével egyetértek a meleggel, hogy pontosan ugyanaz van-e kiállítva, azt nem gondolnám, mert akkor jóval kevesebb értéket állítottunk ki, igaz, hogy nagyon büszkén, mint ahogy most is büszkék vagyunk az értéktulajdonosokra és azokra, akik leírták ezeket az értékeket és beadták az értéktárba, de azóta az értékeink száma 122-re növekedett, amire nagyon büszkék vagyunk. Persze lehetne mondani azt is most fanyalogva, hogy sok ez az érték, lehetne azt is mondani, hogy kevés, attól függ, hogy honnan nézzük. A bizottság úgy gondolta, hogy azok kerüljenek be az értéktárba értékként, amely érték a Berényhez való kapcsolódását jelenti az értéktulajdonosnak, illetve azok az értékek, amelyeket a kisebb-nagyobb közösség elismer, értéknek tartja. Így aztán 122 értéknél tartunk. Visszatérve a dilemmára, hogy sok ez vagy kevés, attól függ, honnan nézzük. Ha végignézzük itt a tározókat, azt állapíthatjuk meg, hogy szép értékek vannak kiállítva, de azt is mondhatjuk, hogy bizony ilyen még talán a szomszédnéni is tud ilyet csinálni, vagy az ő kamrájában is ilyen kincs felfedezhető. Ha úgy gondoljuk, hogy a szomszédban is találhatók még ilyen értékek, akkor azt mondjuk, hogy kevés. A szám szerint nézik, mondhatjuk azt, hogy sok. De mikor már akár a néző, akár a látogató ebben a gondolatmenetben társam már vár, már is elértük céljunkat, hiszen mezőberényért gondolkozunk, mezőberényről gondolkozunk, és ez a bizottság célja is. Amikor Mezőberény város képviselő testülete elhatározta, hogy létrehozza a települési értéktárat, akkor a bizottságunk részére új utakat határozott meg, és Kovásné Nagy Krisztinával, Kisari Miklóssal gondolkozhattunk azon, hogy milyen úton induljunk el, hiszen nem volt járt út, járatlan úton kellett elindulnunk. Az mindjárt világossá vált számunkra, hogy csak olyan érték kerülhet az értéktárba, amely valami módon köti nem csak az értéktulajdonost, hanem a szemlélőt is Mezőberényhez, tehát valamiféle kapcsolatot, identitást őriz meg számunkra. A másik ilyen fontos kritérium volt az az, hogy egy kisebb-nagyobb közösség ismerje el értékként azt a bizonyos értéket, hiszen akkor válik ténylegesen a közösség értékévé, hogyha azt többen ismerik. Ebből aztán meg az következett, hogy nem az értéktár bizottságnak kell értékeket készíteni, kreálni, hanem fel kell kérni olyan szervezeteket, amelyek számos civil szervezettel, vagy civil emberrel, vagy mezőberényi polgárral állnak kapcsolatban. Így jutottunk el aztán a civil szervezetekhez, akiket felkértük erre a munkára, és lásd csodát, ezek a civil szervezetek vállalták is, és hogy jól gondoltuk, azt az első értéktári kiállítás mutatja, mely éppen 5 évvel ezelőtt volt, és hogy nem csökkent
A kedv, azt meg remélem ez a kiállítás is mutatja, hogy jól dolgoznak ezek a szervezetek. Nem csak itt Mezőberényben láthatjuk ennek az eredményét, hanem azt, hogy jó úton indultunk el, mutatja, hogy számos békésmegyei településre kaptunk meghívást, országos rendezvényeken vettünk részt, és nem csak Magyarországon, hanem Külhonban is, Erdélyben és Szlovákiában népszerűsítettük az értékgyűjtő tevékenységet, illetve segítettünk az ottani értéktár létrehozásában. Ennek a munkának egyik számunkra igen fontos mutatója, de gondolom önök számára is az, hogy hány megyei értéket ismertek el, ami Mezőberényből származik. Hát jelenleg 5 ilyen megyei érték van, a Família Tészta, a Bodoki Vízügyi Múzeum, Orlai Petri Csoma munkássága, a Família Tésztánál ugye több tészta nem is tartozik ide. Reménykedünk abban, hogy a töltött káposztánk is, amely felkerül a megyénél, tart a Megyei Értéktárbizottságnál, tart, felkerül majd a hungarikumok listájára. Igen sokan és igen hosszú ideig dolgoztak azon, hogy jó kidolgozott ajánlás készüljön el. Hát izgatottan várjuk az eredményt, hogy vajon Mezőberényi országos érték lesz-e. Egyéb iránt itt mind a 122 értékünk ki van állítva, vagy pedig esetleg ebből egy válogatás? Ki van állítva, ha más nem jelezve van. Minden értéknek van tablója, minden érték ki van állítva, illetve a múzeum számára a közelmúltban beszerzett infopulton meg lehet tekinteni ezeket az értékeket, illetve más értékeket is, amelyek a múzeumban vagy a város könyvtárában fellelhetők, például a Hősök könyvének a teljes tartománya megtekinthető a infopultban. Egyéb iránt ebből a 122 értékből most mik a legújabbak, amik esetleg a település értéktár részeivé válhattak? 5 év alatt, ha elosztjuk a 125-tel, akkor látni fogjuk, hogy évente nem olyan sok érték kerül be az értéktárba. Viszont ha a legújabbakra vagyunk kíváncsiak, akkor Benyuszki Mihály képeslapgyűjteményét említhetem. Újságokat, amelyek a régmúltból szólnak a jelenhez, a faipari KTS-nek az értékeit mondhatom. Büszkék vagyunk arra, hogy a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum megyei értékké vált, illetve bízunk benne, hogy országos elnökséghez beadott töltött káposzta értékünk is hungarikummá válhat, és egy következő kiállításon már beszélhetünk arról, hogy Mezőberénynek is van hungarikuma. Sőt, mi több, itt a rendezvényen most első alkalommal úgymond venni is lehet ezekből az értékekből, ha jól tudom. Igen, mindjárt a bejárattól jobbkész felé néhány olyan értéket meg lehet vásárolni, amelynek értéktulajdonosa itt az értéktáron is kiállít, tehát biztosítva van az, hogy az értéktárból jó minőségű, megfelelő értéket vásárol az, aki megtekinti, vagy megvásárolja. Nem is a vásárláson van itt inkább a hangsúly, hanem ilyen bemutatkozó, bevezető jelleggel gondoltuk ezt a vásárlási lehetőséget megmutatni a közönség számára. Elnök úr említette, hogy sok vagy kevés ez a 122 érték. Ha azt vesszük, hogy még mennyi mindent kellene az értéktárba fölvenni, akkor nagyon kevés. De ha azt vesszük, hogy a megye települései közül a legtöbb értékkel a Mezőberényi Értéktár rendelkezik, akkor talán azt mondom, hogy jó helyen vagyunk jelen pillanatban. Föltétlenül el kell mondanom, hogy az Értéktár Bizottság 3 tagja írásban jelezte, hogy lemondanak a tisztségükről, aminek az oka az, hogy az októberi választások előtt szeretnék megkönnyíteni a következő képviselőtestületnek a munkáját azzal, hogy hát ha gondolják, akkor őket továbbra is fölkérhetik és szívesen vállalják ezt a munkát, de esetleg másban látják a jövőt, akkor szabad legyen ez a munka a következő testületnek. Szeretném megköszönni a munkájukat, mert a látvány az itt van kint, ők nem látványosan végezték a munkájukat, de szinte havonta ültek össze, egyeztettek, beszélték meg azt, hogy mik jöhetnek
az értéktárba, számításba, és hát természetesen azon is sokat dolgoztak, hogy Mezőberénynek minél több értéke kerüljön be a megyei értékek közé, és a már említett töltött káposztán, hát szerintem már két éve, legalább két éve dolgoznak, hogy méltóképpen kerülhessen a budapesti döntéshozók elé, és bekerülhessen a hungarikumok közé a töltött káposzta. Nem a mezőberényi, hanem összességében a töltött káposzta. Tehát szeretném megköszönni Nagy Krisztának a munkáját, Kisari Miklósnak és elnök úrnak, Körösi Mihálynak a munkáját. Itt a környező falakon Mezőberény értékei, az értéktárba felvett értékek láthatók. Alig ha lehetne szebben ünnepelni a várossá válás évfordulóját, mint hogy egy közösség felmutatja az értékeit, illetve azoknak egy részét. Hiszen a város az urbanitás, kreativitást, lehetőséget, értékteremtést jelent. A városi rang mindig vonzóvá vált ebben a térségben. Annál is inkább, mert kevés volt a város. Az egész 19. század második felében Gyula volt az egyetlen rendezett tanácsú város, 1873-tól Csaba is csak 18 lett, és aztán a szocializmus idején néhány nagyobb település. Pedig a város azt jelentette, hogy az adott település rendelkezik bizonyos lakosságszámmal, ami önmagában gazdasági erőt jelent. A város azt is jelentette, hogy fejlettebb az infrastruktúra, magasabb a civilizáció, szint, kényelmesebb az ottani élet, általában a városokban jobb az iskolahálózat és magasabb színvonalú a szociális ellátás. Összességében egy olyan hely, ahol jobb élni, amely az ott élőknek, akár azoknak is, akik ott maradnak, akik elszárnyalnak onnan, nagyobb perspektívát jelentenek. Amikor valamikor az 1970-es években a nagyközség, mert hisz akkor hivatalosan Mezőberény az volt, vezetői elkezdték azt a küzdelmet, ami a városi rangért folyt, nem csak a presztízs szempontok vezették őket. A szocializmus idején, úgy az 1970-es években életbe lépett egy településfejlesztési rendszer, amelynek az egyik lényeges pontja az volt, hogyha egy település nagy nehezen megszerezte a városi státust, akkor nagyobb fejlesztési forrásokat kapott, mind az infrastruktúrára, mind az oktatásra, mind más területre. Azaz, egyszerűen szólva, ha sikerült várossá válni, akkor mélyebben lehetett és nagyobbat lehetett markolni a közös kalapból. Amire Mezőberénynek ez sikerült kiharcolnia, addigra nagyot változott a világ. Március elején várossá vált Mezőberény, 89. március 15-én az akkori demonstrációk világossá tették minden figyelő ember számára, hogy vége lett annak a korábbi rendszernek, és valami új kezdődik Magyarországon. Azaz, ez azt jelentette, hogy a városi státus megvan, viszont az a biztos forrástöblet, amit a korábbi időszak ígért, az már távolról sincs meg, sőt, egyre messzebbre tűnik. Mégiscsak egy sikeres 30 év indult el. És minek tudható be az, hogy ez a 30 év, ha objektíven számokat én most nem sorolok, megnézzük, sikereket hozott? Hát elsősorban azért annak, hogy ez a 30 év egy hosszabb periódusba, egy maholnap 300 éves folyamatba illeszkedik bele, és olyan örökségre lehetett támaszkodni, ami nagyon nagy értéknek számított. Jól tudjuk, hogy Mezőberény 1723-ban alakult újjá, és az újjáalakulás utáni évtizedeket, majd évszázadokat jellemezte néhány tényező. Jól tudjuk, hogy Mezőberényt protestáns felekezetű népesség hozta létre. A protestánsoknál akkor is presbiteriánus rendszer volt, azaz, hogy ezek a közösségek a maguk ügyeit választott képviselőiken keresztül maguk intézték. Ugyanez a gyakorlat ment át az önkormányzatba is. A bírót, törvénybírót, esküdteket választották, és tekintettel arra, hogy a földesúr az első 80-90 évben, ha kifizették az adót, a közösség ügyeibe nem nagyon szólt bele, hát szépen ki is alakították az önkormányzat, az öngondoskodásnak a gyakorlatát. A másik nagyon fontos elem az együttműködés. Mezőberény fehér holló volt itt a Harukken telepítések palettáján, mert a földesúr, hogy elkerülje a vitákat és a
településeken beli konfliktusokat, általában egy helyre, egy felekezetet, egy nemzetiséget telepített. Két kivétel volt, Gyula és Mezőberény. Mezőberényben nagyon hamar kialakult két felekezet és három nemzetiség között a közös önkormányzat, kialakult az együttműködés kultúrája. A harmadik, a munkakultúra, ami ugyancsak nagyon fontos volt ebben az időszakban. A kapitalizmus szellemét megragadni óhajtó kiváló tudós Max Weber a lényeget, a kapitalizmus szellemének lényegét a protestáns etikában vélte megtalálni, nevezetesen Luther tanításához jutott el, akinek a tanításaiban fontos helyet tölt be a hivatás, nevezetesen a hivatás, a jól végzett munkát, ami az Úrnak kedves, nem előlegezheti semmi világi aszkézis, más sem. Azok a lelkészek, akik megjárták Németország, esetleg Hollandia egyetemeit, ezt a kultúrát hozták ide, ennek szellemében gyúrták össze ezt a közösséget, és hogy ennek az eredményei milyen hamar megmutatkoztak, azt rögtön látjuk, úgy már az 1780-as években, akkor született meg az első megyeleírás, amelyben Mezőberényben azt olvashatjuk, hogy az itteni lakosoknak a házai bár alacsonyak, de nagyon szépen rendbe tartottak, és különösen díszesek, majd még egyet, ez a leíró gyulai tanító, hogy még egy mondatot odavetette ez a leíráshoz, ilyen rendezett és szép település nincs is az egész vármegyében. És ezt lehetne folytatni tovább ebben a szellemben, hisz amikor konfliktusba kerültek valamikor a reformkorba a földesúrral, akkor ez nem úgy indult, ahogy általában szokott, hogy felgyújtották a tisztartó házát, esetleg vagyonverték, hanem egy évekre szóló megigazító pert kezdeményeztek. Ez a közösség erejét mutatja az, hogy a 1890-es évekre nagyobb részt összeroppantották a nagybirtokot, és kialakult egy kis tulajdonosi, középtulajdonosi réteg, amelynek egy része földet művelt, más része kisiparos volt, az önálló tulajdonosi szemlélet alakult ki, és hogy ez mennyire erős volt, az azt mutatja, hogy Mezőberény határa két háború között 25 ezer hold volt, ez nem tartozott a nagyobb Békés megyei határok közé, mert Békésé például 60 ezer volt, de a itteni paraszti népesség a környező településekről, Békésről, Köröstarcsáról, mint egy 6 ezer holdat megvásárolt. Tehát nagyon erős volt ez a világ munkakultúrában is. Ugyanez jelent meg azután 90-ben, 89 után, ebben a különös helyzetben, amikor egy szocialista, mesterséges keretek között kialakult fejlődés eljutott egy bizonyos szintre, de az a piaci körülmények között közé kerülve megcsuklott, hiszen jól tudjuk mennyi különböző KTS vállalat kellett, hogy becsukja a kapuit, de ezeken a becsukott kapuk után kialakultak kisebb intézmények, mondjuk ha becsukta a kapuit egy faipari, akkor kisebbek alakultak, amelyek már a piacnak az ádász harcaiban maradtak felül, és reméljük, hogy sikeresek is maradnak. Átalakult a mezőgazdaság. Ebben az időszakban az átmenetnek az első nehéz évei, vagy első nehéz évtizede után fejlődött az infrastruktúra. Én ugyan most már messziről jövök haza, vagy ha nem is olyan nagyon messziről, de rögtön szembetűnő az, hogy ha leszállok a vonatról, egy elegáns és szép pályaudvarra teszem le a lábamat, ha végig sétálok a városban, akkor pormentes utakon sétálok vissza. Nyilván sikerült megoldani az oktatásnak számos kérdését is, hisz a Mezőberényi Gimnázium azzal, hogy kétnyelvű gimnázium lett, kitört abból a nehéz sorból, amivel a kisvárosi gimnáziumok küzdenek a megmaradásért, és az a pezsgő élet, amit ez a 122 érték mutat, azt jelenti, hogy erős közösségről van szó, amely egy átmeneti időszak után újra magára talált, és remélhetőleg az a megtartó képesség, az a városi kreativitás, alkotóerő, amelynek ezek az értékek is az irányát, a színvonalát jelzik, az megmarad, és immáron visszazökkenve abba a kerékvágásba, amiben a közösség elindult valamikor az 1700-as évek elején, vagyis a természetes, szerves fejlődésnek a vágányára, sikeres évtizedek jönnek, és ezek az értékek akár benne lesznek az értéktárba, akár nem, szaporodnak, és összetartják további
munkálkodásra, eredményekre serkentik ezt a közösséget. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Viszont a mai rendezvényen úgymond nem csak a települési értéktárunk kerül bemutatásra, hanem egy amolyan visszaemlékezés történik, hiszen jubilál a város. Igen, nagy örömmel emlékezünk vissza a 30 évvel ezelőtt történtekre, hiszen hosszú, mondhatom, küzdelem, harc utána járással sikerült Mezőberénynek a városi rangot megszereznie. Igaz, az utolsó pillanatban jött ez az elismerés, hiszen a következő évtől kezdve már a városi rang nem jelentett gazdasági előnyöket a település számára. Az viszont mindenképpen megnyugtató számunkra azóta is, hogy nem csak gazdasági értékek miatt fontos ez a városi cím, hanem megmutatta azt, hogy Mezőberény igenis alkalmas környezeti, központi szerepi függvényében a városi cím elnyerésére, illetve azóta is ezt a szerepét betölti. De egyébként, ha már itt tartunk, akkor pont ma volt nálunk egy, hát olyan közvélemény kutató, nem egészen pontosan tudom, hogy honnan jött, mert én pont nem voltam otthon, viszont a feleségemet kikérdezte arról, hogy mennyire elégedett az elmúlt 5 év fejlődésével kapcsolatban, mit javítana, mit ugye, hát úgy gondolja, hogy jól működik a városban. Hát véleményed szerint az elmúlt 30 év, ugye ne az 5 évre tekintsünk vissza, hanem az elmúlt 30 év, az többet tett hozzá, úgymond, a városunkhoz, vagy esetleg, hát ha viszonyokat, arányokat nézünk, akkor ugyanaz van, mint ami akkor. Hát a 30 év az már történelmi távlatokat jelent. Azért kérdezek egy helytörténészt. Jelentett, és úgy is fogom megadni a választ erre. Nyilvánvalóan 30 év alatt változik az idő, változnak a körülmények, változnak az emberek, változnak azok az elvárások, amelyeket a lakosság például támaszt egy város, egy település felé. Ilyen szempontból azt mondhatom, hogy természetes, hogy változott. És ahogy 30 évvel ezelőtt is voltak olyan dolgok, amelyeket hiányoltunk a településen, ugyanúgy most is vannak olyan dolgok, amelyeket hiányolunk, nem azért, mert 30 év alatt nem lettek pótolva, megcsinálva, hanem új igények jelentkeztek, és ezekhez az új igényekhez folyamatosan kell alkalmazkodni, viszont az igények hamarabb támadnak, mint ahogy a igényeket ki lehet elégíteni, és ezért van ez a lemaradás. És hát mi mással fejezhetnénk be a mostani kis beszélgetésünket, mint ahogy visszautalok az elejére, hogy hát bizony a te homlokod is gyöngyözik, igen meleg van itt, hát reméljük, hogy ez azért nem veszi kedvüket, nem szegi kedvüket azoknak, akik ide ellátogatnak, és hát megcsodálják a települési értéktárunkat valóban, és visszaemlékeznek arra, hogy a 30 év az milyen nagy távlat egy város életében, viszont milyen pici a történés szempontjából. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Igazándiból még annyit lezárásként én is szeretnék hozzátenni, hogy köszönjük azoknak, akik létrehozták ezt a kiállítást, akik értékeket ajánlottak, akiknek az értékeit be tudjuk mutatni, hiszen ez az ő munkájukat dicséri, nekük jár köszönet. Köszönöm.